Otthon terecskén ilyen estéken kiültem a ház elé, és nézegettem. Rott szép álma volt mi nálunk a nagy síkság felett. Szóval a nagy síkság az alszik. A hold megy az útján csendesen. Egy kuvasz néha elvakkantja magát, balra meglátszik terecske. Tisztelt derecskeiek, köszönjük, hogy bizalmukkal eddig is megtiszteltek bennünket. Én, mint a Fidesz derecskei vezetője, szívből ajánlom önöknek Bakó István polgármester jelöltünket és csapatunkat. Derecske ma már járási központ, hogy ez a fejlődés tovább folytatódjon, hogy ide intézményeket tudjunk hozni, munkahelyeket tudjunk teremteni, az önök bizalmára és szavazataira van szükségünk. Szavazzon tehát ránk, szavazzon a Fideszre, szavazzon Bakó István polgármester jelöltje és csapatára. Nyolc évvel ezelőtt önök rám bízták szülővárosunk vezetését. Egy pénzügyileg stabil, de fejlődésében évtizedes lemondással küzdő várost vehettem át. Képviselőtársaimmal és munkatársaimmal azonnal munkához láttunk. Ennek eredményeképpen következett a nyertes pályázatok sorozata, és kialakult Derecskén egy a város minden tagját magába foglaló közösség. Az elmúlt négy évben is nagyon sokat dolgoztunk. Ennek következtében városunk újra járási székhely lehetett, a csapadékvíz és szennyvíz elvezetés megoldódik, gyermekeinket pedig 21. századi iskola és óvodaépület fogadja. Bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk Derecskét fejleszteni. A következő esztendőre is kitűztük a célokat, készen vannak terveink, melyeket képviselőjelteink mutatnak be önöknek. Békésén Ékis Gabriella vagyok, tőzsgyökeres derecskei polgár. Egy jól összeszokott csapathoz csatlakozom képviselőjelöltként. Nagyon sokat fejlődött Derecske városa az elmúlt 8 év folyamán, de mindig vannak, mindig lesznek új célok, amelyeket el kell érni, meg kell valósítani. Fontos, hogy a derecskei gyerekek, fiatalok, középkorúak, idősebbek elmondhassák, hogy Derecskén nagyon jó élni. Tevékenykedtem már csapatban, hiszen több mint 10 éve kezdtem az óvodai, iskolai szülői munkaközösségek tagjaiként, később vezetőjeként segíteni azt a célt, hogy a derecskei gyerekek minél több lehetőséghez jussanak. Mivel már gyerekeim középiskolások, így mára már az óvodai és általános iskolai alapítványok kuratóriumának elnökeként tevékenykedem. Képviselőválasztásom esetén a többi feladat mellett a fő feladatkörnek tekintem az oktatás tárgyi feltételeinek további javítását, az intézményekkel való kapcsolattartást. A civil szerveződések jelentés jelenléte is meghatározó szerepet tölt be városunkban. Ezek az önkéntes közösségek is nagyban előreviszik a város fejlődését. A meglevő és újonnan alakuló civil szervezeteket még jobban szeretném bevonni a város körforgásába, egy-egy rendezvényen való megjelenéssel, csoport profiljának megfelelően. Szeretném, ha épülne Derecskén egy közösségi kemence, főzőhely, ahol bizonyos feltételek mellett akár családi, baráti rendezvényeket is lehetne tartani. Az oktatási, közösségi, civil kapcsolatokon kívül szeretném elérni, hogy a helyi termékek mind nagyobb tételben találjanak Derecskén gazdára. Növelni szeretném a konyhára beszállított helyi termékek mennyiségét, az idősek csomagjába lehetőséget biztosítani a helyi áruknak. Ehhez a célhoz kapcsolódik az otthoni kertművelés fejlesztése is, ahol a saját fogyasztás mellett a megújuló piacra és az előbb felsorolt helyekre lehetne átadni a felesleget. Képviselőként szeretnénk mindent megtenni azért, hogy a derecskei lakosok érezzék, hogy a képviselőtestület a polgármester vezetésével érezhetően élhetőbbé akarja tenni Derecske városát. Sok beruházásunk jelenleg is folyamatban van. A Müllési Ház színház termének felújítása, az egészségház felújítása, a szennyvíz csatorna hálózat és tisztító építése, a kormányablak kialakítása és az uszoda építése.
Szeretnénk ezeket a beruházásokat mi befejezni és átadni városunk lakosságának. Kérem, hogy szavazatával támogasson egy már bizonyított, de most megújuló csapatot.